Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekendet látják. Állatokról és zenéről lesz szó főként a mai adásban, de a túrófánk elkészítését is megnézhetik néhány perc múlva. Mindenek előtt Pál Istvánt köszöntjük a stúdióban, akivel igyekszünk minden februári népszokást és ünnepnapot átbeszélni. Szia, jó estét! Szervusz, jó estét! Lassan már olyan vagy nekem, mint egy ilyen időjárás jelentő a különböző televíziókban. Te ugye évszakról évszakra a hozzánk legközelebb álló vagy legismertebb népszokásokat osztod meg velünk, amiről azért mindig kiderült, hogy vagy nem úgy tudjuk, vagy igazándiból van egy csomó dolog, amiről nem is tudunk pontosan. Talán a február, ugye a farsang kapcsán, az azért úgy nagyjából mindenkinek, hogy is mondjam, képben is vannak a nézők, meg még a télűzés szertartásaival is tisztában vagyunk, de ami már a böjttel kapcsolatos, illetve a magával, a megtisztulással, na hát ott ahány vallás, annyiféle szokás, hogy van ez. Igen, ha már most meteorológushoz hasonlítottál, ugye már a párfordulás az elmúlt januárban, ilyen meg is fordult az időjárás, hiszen addig gyönyörű idő volt itt nálunk, utána most beköszöntött a hideg, de Jégtörő Mátyás még mindig nincs itt, tehát a kettő közötti időpontra helyezzük, hiszen bőven benne vagyunk a farsangban, ami ugye január 6-án mindig vízkeresztkor kezdődik, és hanvazó szerdáig, illetve húshagyókeddig tart. Most ez február 22-e a húshagyóked, tehát aki szigorúan ragaszkodik az előírásokhoz, és akkor akar farsangolni, amikor annak az ideje van, annak be kellene tartani ezt a szűkebb időpontot, ami manapság már nem sokat ér, hiszen bőven utána is szoktak farsangolni, és különböző pozíciókat betöltők, illetve különböző mesterséget űzők más-más időpontban tartották a saját bágyaikat. Az avodások meg különösen másképp tartják a farsangi mulatságaikat. De mi is ez a farsang tulajdonképpen, ami Magyarországon megint egy fölvett, nem magyar sajátosság, mint általában az összes többi népszokás, ami nem a Kárpát-medencébe való beköltözésünk előtt kapta a magyar jelleget, hiszen nevezik ezt karneválnak, hogyha az olasz vonalat nézzük, vagy a farsangnak, ami német bajor területről, a fasang német szóból származik, és ugye ha a karnevált nézzük, az Magyarországon ez az elnevezés nem nagyon dívott, hiszen főleg a velencei karneválra, vagy a más latin országokban űzött. A Rióira mondjuk. Igen, az egy gyönyörű, és csak hát ott ugye kevésbé felöltözve szoktak Rióban, éppen ott a tavaszra esik az egész, a nyárra inkább, és nagyon jó idő van. Tehát ez inkább a Mátyás király idejében Beatrixszal jött a királyi udvarba, és ez a karneválnak az az egyik vonulata. A farsang az a német területről jött, az főleg a polgárság, és a polgárságból alászált kultúrjavként a parasztsághoz is eljutott, de teljesen más pozíciót tölt be a parasztságnál, sokkal szabadosabb, sokkal szókimondóbb, mint mondjuk egy főúri vagy egy polgári eseményen. Azt gondolom, hogy ez a mindennapi életben is így volt, nem? Tehát természetesen. Lehet, hogy őszintébb voltak a dolgok kimondva, mint amikor mindenféle módon körbe voltak írva, és a látszatot tartani Igen. kellett. Nem véletlen, hogy a vallásoktól függetlenül mind a protestánsok, mind a katolikusok élesen kikeltek a farsangi szabadosság ellen, hiszen ilyenkor az emberek, most gondolj bele, ha egy állatsz mögé bújnak, akkor sokkal több mindent megengednek maguknak. Igen. És nem véletlen, hogy itt a megyénkben is a paraszti farsangnak hatalmas nagy kultusza van, gondoljatok a panyolai farsangokra, amikor még én ifjúként ide kerültem, akkor egy ottani, akkor még nem polgármester, hanem tanácselnök asszony elevenítette föl azokkal az emberekkel a panyolai farsangolást, amit egyébként az 50-es években két néprajzos, Újvári Zoltán és Ferenc Imre összegyűjtött filmeken is megörökített, és nem véletlen az sem, hogy most éppen február 4-én lesz megint felelevenítve Panyolán, a mostani polgármester vezetésével, most már minden évben ez a hagyományos farsangi népszokás
kavalkád. Erről beszéltünk is a polgármester úrral, és tudjuk, hogy ő például pulyaszedőnek öltözik, igen, hatalmas bajusszal, de valaki ilyen medvejelmezbe, tehát ott aztán gyakorlatilag minden ugye a régi tradíciókra épül, tehát ezt is ajánlottuk is a kedves nézőknek. Na, egy picit akkor most már, mert az időnk ugye siet, és nem jutunk, igen, el majd a hamvazó szerdához, meg a húshagyókedhez, ugye a húshagyóked elméleti a 40 napos böjt előszobája, onnantól kezdve tilos volt a húsfogyasztás, gondolom, hogy egyébként egyéb élvezeteket is illet visszavenni, illetve hát maga ez a farsangolás és a bulizás is egy jó időre megszűnt. Igen, hiába mondtam azt, hogy vízkeresztől tart a farsang, tulajdonképpen kulmulálódik össze, csomósodik az utolsó három napra, tehát a farsang farkára így nevezték, és akkor a dinomdánomat, az eszemiszom, a bulizás, minden előfordult, hiszen ez a szabadosság utána egy, hogy mondjam, egy gyomor kíméléssel is együtt járt, hiszen különösen katolikus vidékeken, protestánsok nem tartották ezt a 40 napos böjtöt, katolikus vidékeken még volt ugye a csütörtök, ami a hamvazó szerda után, ha a megmaradt ételeket nem akarták, hogy kárba vesszen, ez ilyen zabáló csütörtökként vonult be. Zabáló csütörtök? Tényleg? Ezt így szokták volt nevezni, hiszen akkor mindent fel kellett falni, mert az nem lehet, hogy egy parasztember kirobja az ételt, ami megmaradt esetleg. Tehát utána jött a szigorú böjt. De ez tulajdonképpen nagyon fontos is volt az emberek egészségének a fenntartása szempontjából, meg a praktikum szempontjából. Tél végére általában a tartalékok kifogytak a paraszti élelmiszer kamrákból is, és ezért ez egy szükséges és belenyugvást követelő böjt. Ugyanakkor a felkészülés a megtisztulásra, tehát magára a húsvétra, ami ugye megint a böjtnek az utolsó három napját, nagypéntek, nagyszombat és virágvasárnapot jelenti, tehát vagy húsvét vasárnapot jelenti, tehát tulajdonképpen erre a három napra való felkészülést jelentette a szigorú böjt, ami tulajdonképpen főleg a zsíros ételektől való tartózkodást jelentette. A protestánsoknál a nagypéntek volt az egyedüli nap, amikor akik szigorúan vették a vallásukat, nem ettek semmiféle zsíros ételt, még diót sem, hiszen annak is van valami zsír tartalma. Azért valahol nagyon okosan csinálták őseink, ha most azt nézed, hogy csak egyszerűen egészségügyi szempontokat tekintve, egy ilyen nagy tivornyázás után, amikor tényleg aztán beleadtak apai tanyait, és még az utolsó napokon is kicsavarták tulajdonképpen a lehetőségeket, akkor jót tett a testnek, és hát ha a testnek jót tesz, akkor valahol a szellemnek is, úgyhogy ugyanúgy, ahogy a paraszti építészetben is, ugye minden valahogy egymásra épül, és nagyon logikusan, én ebben is egyfajta logikát látok. A beszélgetésünk elején utaltál már itt arra, hogy ugye a népi megfigyelések különböző ilyen közmondásokba szelidültek, például van egy ilyen, hogy ha Dorottya locsog, akkor Julianna kopog, ami most ugye aktuális, de nem tudom, hogy most, hogy annyira megváltozott az időjárás, és annyira szélsőséges, egyik napról a másikra szoktak változások lenni, hogy egyáltalán még ezek az egykori népi megfigyelések, ezek ma biztos, hogy jók? Hát nézd, tulajdonképpen ciklikussága az időjárásban mindig megfigyelhető, és ha nagy általánosságban nézzük, akkor bizonyára megfelelnek, de lehet, hogy egyik évben nincsen megfelelő csapadék, másik évben sokkal több. Hát tavaly például hatalmas szárazság volt, most, ahogy olvasom az újságban, már a talaj felső rétegeit is majdnem átitatta a csapadék. Emlékeztek rá, hogy a Balatonnak a vízszintjére és már utánpótlására gondoltak, a következő évben már Sion le kellett engedni a vizet. Tehát itt is valószínű, hogy ugyanez van. Tehát általában már a tél végére, tehát a Dorottya az a február elején, Jégtörő Mátyás február végén van. Tulajdonképpen ez az a két időszpont, amik között már megkezdődik a tavasznak az eljövetel. Az emberek várják. A Dorottya nap után kezdenek
metszeni, kihordani a trágyát a földekre, hiszen a tavaszi földmunkákra fel kell készülni. Mátyás napján pedig a február végén, ott már tényleg a kikelet, akkor ha már megszólal a pacsirta, akkor az már halály lesz, mert tulajdonképpen mindenképpen eljön a tavasz. De ez már a téli mezőgazdasági munkákból, pihenéséből való kilábalást jelent, amikor a parasztembernek nincs más olyan fontos, égbe kiáltóan fontos munkája, mint az egy egész mezőgazdasági időszak alatt. Tehát ilyenkor már bizsereg a talpa meg a tenyere, hogy csinálja azt az előkészítő munkákat, és ez valóban a Dorottya nap, akkor már ez előkészületet, tehát fontos dátumot jelent ebből a szempontból. Köszönjük szépen, Pál István etnográfus és tradicionális meteorológus előadását hallották, valamikor tavasszal vagy húsvétkor majd folytatjuk. Köszönjük, hogy itt jártál. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, a február, akkor leginkább farsang, és ha emlékeznek, Katonka Niki és H.S. Zsiga két héttel ezelőtt elkészítette a hagyományos szalagosfánkot, most pedig azt mutatják meg, hogyan készül a szinte minden mentes túrófánk. És a sütés az olaj. Igen. Ezt nem kell pihentetni. Nem. Ez rögtön. Köszönjük a nézőket, amikor legutóbb is egyben először láthatták ezt a párost, akkor egy farsangi fánkot készítettünk. Most is egy fánk készül, viszont egy nagyon egészséges fánk, mégpedig egy túrófánk, amely bizonyos szempontból speciális, és hogy miért ez, azt elmondja Niki. Azért, mert glutén, laktóz és cukormentes. Ehhez nekünk szükségünk lesz 2 darab tojásra, 1 csipet sóra, 2 banánra, sütőpor, 250 gram túró és 100 gram gluténmentes zablisztre lesz szükség. És majd olajhoz a sütésre. És olaj a sütés, igen. Akkor kezdjük el. Ez egy viszonylag gyorsan elkészíthető fánk, igaz? Ez egy sütőporos édesség, úgyhogy ezt nem is kell keresztenünk. Akkor hajrá! Beletesszük a lisztet először. Addig a banánt karikázd föl, mind a kettőt, az edénybe, igen, és akkor utána villával törd össze. Elhagyott a villa, Niki. Valami másik szerszám kellene. Némi technikai segítséget is igénybe vettünk, hogy ilyen állagú legyen, mert az az igazság, hogy villában nem sikerült elérni. Igen, nem volt elég érett a banán, ez igen, azért és így kell kinéznie az állagnak, és akkor adom oda neked. Jó, és akkor még majd sütőpor hiányzik. Összekeverjük a hozzávalókat. Ezt mennyi ideig kell, és milyen állagúnak kell lennie? Ez is ragacsos lesz. Nem kell sokáig. És forró olajban? Forró olaj, az nagyon fontos, hogy forró legyen az olaj. Ezt már vehetitek, mert ugye ezzel... Hát csak a próba. Ezzel megnézzük, hogy igen, hogy elég forrója az olaj, jelen állás szerint még nem. Thank you.
elkészült a mindenmentes túrófánk, láthatják, hogy abból a alapanyagból, mennyiségből ennyi fán készült el, és megylekvárt, mégpedig Niki által készített megylekvárt fogunk hozzá fogyasztani, ez is cukormentes, ha minden igen. igaz. És akkor ezzel a lendülettel meg is kérem a kamerák mögött lévő kollégákat, hogy fáradjanak ide, és kóstolják meg ők is a mai nap produktumát. Niki, ez az első. Mutatóval tegyünk ki egy... Leteszem a kollégáknak. Egyébként megmutatnám így az állagát. Így kell kinéznie, igen. És hogyha így ezóta lényeg, hogy nem volt szabad kemény tésztát. Szépen átsült. Igen, mert hogyha kemény a tészta, a külsejét nagyon megkapja, és nyers marad a belseje. És akkor kóstoljuk is meg. Akkor jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Mindenkinek! És várjuk az operatőr kollégákat! Február 1-e a Tisza élővilágának emléknapja, február 2-a pedig a vizes élőhelyek napja. Erről a kicsit komolyabb témáról beszélgettek következő vendégünkkel, Szép Tiborral, aki ornitológus és egyetemi tanár. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát nem tudom, hogy a nézők emlékeznek-e még, mert nem most történt, ugye 2000. január 30-áról 31-ére virradó éjjel történt az a katasztrófa, ha mondhatjuk, hiszen ez egy természeti katasztrófa, amikor Zazár falu közelében átszakadt a cianidos módszeren működő bányavállalat egyik tározó földgátja, és hát egy... azt gondolom, hogy óriási mennyiségű, mint egy 100 000 köbméter szennyvíz folyt bele a Szamosba. Elképzelhetetlenül sokszorosa volt annak a megengedett, azt hiszem 300-szorosa a cianid szennyezésnek. Igen, igen, igen. Gyakorlatilag minden elpusztult? Hát igaz, egy brutális szennyezés volt, a cianid legdurvább idegméreg. Az volt egy kicsit a szerencse, az nagy szerencsétlenség, és el kell mondani, az európai legnagyobb szennyezése volt az utóbbi évtizedekben, hogy egy inaktív időszakba érte a Tiszát. Tehát az január volt ilyenkor, még a halaknak egy része még elvermeli magát, és jóval durrább lett volna, sajnos drámaibb lett volna, hogy ez nyáron vagy tavasszal következve, így is óriási mennyiségű hal és rovar pusztult el. És hát magunk is nagyon megrémültük a 2000-ben, amikor az egész történet zajlott, és azért azt kell mondanunk, hogy a Tisza még van annyira természetes folyó, hogy viszonylag hamar ki tudta heverni. Nyilvánvalóan nagy, több évtizedig növő harcsákat nehéz pótolni, talán az utóbbi években fognak megint nagy harcsákat, mert pont a harcsa volt az az őshonos halfaj, amit a tiszai államát ez brutálisan elpusztította. De szerencsére a Tiszának a természetessége, mi meglévő természetessége hamar helyre tudott állni. Amint a parasztlegények itt jól hasonlóvágnak, az feláll, még egy városi ficsúr lehet, hogy sokáig kórház van utána. A Tisza az még egy nagyon életerős folyó, ami képes az ilyen brutális szennyezésnek ellenállni. Vissza tud emlékezni arra, hogy mit érzett, amikor ezt a hírt meghallotta? Hát a megdöbbenés. Tehát ciánnal embereket szoktak nagyon brutálisan direkt megölni, és egy folyóba ilyen mennyiségű anyagnak bekerül a folyóba, az elképzelhetetlen volt. Amivel reménykedtük, hogy ez január. Amikor például a madarak, ami a Tiszán nagyon fontos élője, nagyon sok madár folynak, távol voltak, légében csak egy rétisasnál volt gyanús, hogy ciánnal szennyezett halból táplálkozott. És hát nagyon reménykedtünk, hogy ez gyorsan levonul, és abban is bíztunk, hogy a folyónak a
medre az nem egy cső, hanem nagyon változatos, diverz az a belső része, és az az időszak, amikor a cián végigvont a folyó, nem tudott azokra a lapályokra bemenni, ahol nagyon sok hal és nagyon sok olyan rovar telel át, amely a Tisza élővilága szemszögéből nagyon nagy jelentőségű. Ilyenkor gyakorlatilag nincs más teendő, mint a természetre bízni mindennek az orvoslását, vagy be lehet avatkozni? Meg kell akadályozni a szennyezés, az a legfontosabb. Ha egy ilyen bekövetkezik, akkor hát a szennyezés miként értő függ, de hát itt is voltak tervek, hogy a hídakról olyan vegyanyagot szórjanak a vízbe, ami képes a cián semleges, de nagyon nehéz ezt megoldani. Ilyenkor csak a kármentést lehet megtenni. De szerencsére azt kell mondanom, hogy sokan félnek a Tiszától, de a Tisza tisztább, mint valaha. Nyilvánvaló, hogy sajnos az palackok, amik sajnos óriási mennyiségben úsznak, főleg az áradás miatt, akár valaki most ki miatt Tiszára láthatja ezt, de az a ciánszennyezés, nehéz szénszennyezések, azok már messze nem olyan intenzitások, hogy elmaradtak, mint mondjuk a 2000-es évek előtt, sajnos elég gyakran előfordultak. Egyébként, ha már itt ezekről a palackokról volt szó, hát ugye minden évben vannak olyan akciók, amikor azért megpróbálják ezeket a palackokat összeszedni, erre felhívni a figyelmét a lakosságnak, de gyakorlatilag ez egy folyamatos hát kártékony tevékenység, amit az arra nem figyelők ugye megtesznek, akinek pedig fontos a természet kincseinek a védelme, azok pedig folyamatosan gyűjtögetik és megpróbálják tisztán tartani a környezetet. Beszélgessünk egy kicsit a madarakról, illetve hát arról, hogy gyakorlatilag mi emberek, azon kívül, hogy vannak ilyen óriási katasztrófák, szerencsére nem túl gyakran, azért milyen módon tudunk ártani? Például. Hát sajnos elég hosszú a listánk, hogyha ezt végigvennénk. Ugye a napjainkban a legnagyobb kihívás az az élőhelyeknek az eltűnés, a természetes élőhelyeknek az eltűnés. A Tiszáról beszélünk a Tisza napja kapcsán. Például óriási gond, hogy az általi liget erdők nagyon nagy mértében visszaszorulnak, vagy kicserélik őket úgy egy papírnyárasokkal. Ezek a ültetett nyárasok sajnos semmi közük nincs egy igazi árti liget erdőhöz, és kevesen tudják, hogy a tiszai erdők, a dunamenti árti liget erdők, azok olyanok, mint az esőerdők Amazoniában. Ezek a legnagyobb szerves anyagot megkötő, a legtöbb széndioxidot megkötő és óriási biomasszát produkáló a vadvilágnak egy utolsó menedéket adó területek, és ezek az élőhelyeknek az elvesztése, ezek a kicserélése, üdülőtelkekkel való bennépesítése, az utolsó ilyen rezervátumokat fenyegetik. És hát az élőhelyi vesztés a legnagyobb probléma. Nyilvánvaló, hogy óriási probléma a napjainkban a klímaváltozás, amit mi is érzünk a bőrünkön. Például a Tiszán is ennek nagyon sok nyomát lehet már látni. Például az áradások korábban tavasszal történtek, most már tél közepén zajlanak, és ez azért elég nagy probléma, mert vannak olyan élőhelyek, ami nagyon fontos a folyónak az áradása, amik friss falakat, szakadó falakat hoznak létre, lapályokat hoznak létre, és a folyónak ez a mozgása, ez nagymértékben lecsökkent, és jégmadarak, parti fecsékgyúgyalóknak a fészkelő területei szűntek meg az, hogy a folyó vízjárása megváltozott, de hát a víznapja is közel van. A klímaváltozásra sajnos súhatatlanul a víz hozzáférhetőség az nagyon nagy mértékben csökken. A Tisza vízhozama is nagyon durván átalakult. Sokszor nyárvégi vízállások vannak már tavasszal, ami nem csak azért veszélyes, mert nehéz hajózni, hanem azért is, mert nagyon sok talajvizet, általában a Tiszából pótlódott a talajvíz a Tisza mentén, most már a talajból folyik vissza a Tiszába a víz, és ezért további problémát okoz például a növénytermesztésben. Tehát az emberi tevékenység, az az iszonyatos mértékű fogyasztás, túlfogyasztás, ami a mindennapjainkat jellemzi, ezek sajnos most már kézzelfoghatóak úgy az ember számára, mint a vadvilág számára. Ugye nagyon sokszor halljuk, és a tudósok is szerintem két táborra oszlanak. Valaki azt mondja, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk, tehát itt már nincs mit tenni, gyakorlatilag elindult a föld pusztulása, mások pedig azt mondják, hogy még mindig van esély arra, hogy megállítsuk ezt az egészet, és nyilvánvalóan aki a tudományt szolgálja, az az emberiséget is, és kell, hogy legyen egyfajta optimizmusa. Ön hogy látja? Melyik táborban van? Optimistának kell lenni, mert az ember mindig kesereg, abból nem, semmi jó nem sül ki. Vannak jó példák, hogy az emberiség képes ott megküzdeni óriási problémákat. Például az ózonlyuk, ami komoly fenyegetését a rák, például a bőrrák miatt, az ózonlyuknak a problémát okozó vegyszeretnek a kibocsátás nagymértékben csökkent, és kezd az ózonlyuk például szűkülni a sarkodnál, ami egy jó példa arra, hogy igenis az emberiség képes összefogni.
Azonban az is világos, hogy tényleg az utolsó pillanatban vagyunk, hogy a klímaváltozás olyan szintet ne érjen el, amit már nem lehet kezelni. Kevesen tudják, hogy az emberi civilizációnak a fejlődés az utóbbi 10 000 évben volt jellemző, az az időszak a Földnek, amikor a klíma nagyon kiegyenlített volt. Sose volt nagyobb a változása 1-2 foknál. Abban a pillanatban, hogy ez a nyugalom, ez a kiegyensúlyozás csökken, akkor a civilizációnak a létalapja kerül nehéz helyzetbe. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy csökkentsük a kibocsátást, és persze növeljük a szén megkötő képességét. Például ilyen szempontból nagyon fontosak a Tiszajárti ligeterdők, vagy valamilyen élőhely, ami egész évben, amíg nincs fagy, képes növényt megfogni. Például ilyen szempont megdöbbentő, hogy az ember utazik a agrártájakon is, fekete földeket lát órákon keresztül is sivatagban, ami ilyenkor lényegében nem hogy szenet kötne meg, hanem a talajból széndioxid vagy a levegőbe, és nem az erózió révén még magát a gazdának és a talaját is csökkent az értékét. Tehát volna mit tenni, csak hogy mondjam, nem siránkozni kell, hanem elindulni egy nyomon, és minél kevesebb terhelést okozni a természetnek, minél inkább helyzetbe hozni ahhoz, hogy ezt az óriási mennyiségű széndioxidot, amit a tevékenységünkkel, a gépkocsiainkkal, a fűtésünkkel, a mindennapi luxus igénylő életünkkel produkálunk, minél inkább visszakerülésen oda a helyen van, a talajban, a növényzetben, de ehhez át kell gondolnunk, hogy mit teszünk, mert nyilván akinek sok pénze van, még ezt is túl fog élni, csak az a baj, kevesen vannak, akik ezt meg fogják tenni is. A klímaváltozásnak az igazi vesztesei már most azok az országok, ahol nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak az emberek, de sajnos nálunk is azokat fog a leginkább érinteni, akiknek nincs olyan anyagi háttere, hogy még tudja fizetni azokat a fűtés és klímaköltségeket, ami ezzel jár, a növekvő élelmiszerárakat. Tehát fontos lenne, hogy átgondoljuk, hol lehet csökkenteni mindazt a kibocsátást, amit a tevékenységünk okoz. De minden napokban, tehát nyilván nagyon nehéz belátni, hogy egy ember mit tehet, de hogyha csak körülne saját házatáján, saját mindennapi vállalásainál nagyon sok dolgot vissza lehet fogni. Át kell gondolni mindenkinek, hogy hol tudná csökkenteni a fogyasztását. Nem más, hogy nehéz helyzetbe kerülni. Megelégedni azzal, amink van, és ugye úgy a kisvilág, mint a nagy, tehát hogyha az ember a környezetében megteszi azokat a lépéseket, akkor talán reménykedhet és lehet optimista tanárul. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a zene és állatos víkendet a híradó után a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar estjével folytatjuk, és a hangpróbáról is szó lesz, maradjanak velünk. Köszöntöm a nézőket, ez továbbra is a Weekend. Mendelssohn művekkel és Erdélyi Dániel karmesterrel érkezett Nyíregyházára a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar. A koncerten Nyári László junior prímadíjas hegedűművész játékában is elmerülhettek az érdeklődők. Volt már korábban alkalma a szabolcsi szimfonikusokkal játszani? Igen, 3 évvel ezelőtt volt szerencsém velük együtt muzsikálni, akkor egy oratórikus koncertet adtunk elő, Árva Opert és Rossini darabjaiból, akkor az énekarral együtt közösen muzsikáltunk, fantasztikus élményekkel távoztam akkor is, és úgy érzem, hogy ez most is így lesz. És a mai koncertműsora hogyan állították össze? Amikor ezt a felkérést megkaptam, akkor adott volt a koncert időpontja, és adott volt a koncert műsora is, úgyhogy ebben nekem nem volt beleszólásom, de utólag ezt nem is bánom, mert itt legalább alkalmunk volt elmélyedni ezekben. Az egyébként részben gyakran játszott, részben pedig kevésbé játszott. Most gondolok például a nyitányra. Ez a trombita nyitány, ez nem egy gyakran elhangzó műve Mendelssohnnak, viszont az olasz szimfónia és a hegedű verseny azért szerintem kompenzálja a közönséget. És az ön szívéhez mennyire áll közel Mendelssohn? Én nagyon szeretem Mendelssohnt. Ő egy olyan fiatalember, akinek azt gondolom, hogy a személyisége is, az Isten hite, a muzsikájának a minden porcikája nagyon közel áll hozzám. Ő is orgonista is volt, ahogy én is orgonista vagyok, illetve én is orgonálok, és hát fantasztikus szerzőnek tartom. Mendelssohn egy olyan remek komponista, aki fantasztikusan nyúl vissza a régebbi koroknak a zeneszerzési technikáihoz, és egyszer is mind mutat előre a romantikába, szóval nagyon jól ötvözi a romantikus zenei nyelvezetet a régebbi koroknak a zeneszerzési technikáival.
jól tudom, hogy a karmesterségen kívül kórust is vezet? Igen, nekem karmesteri diplomám van, karmesteri végzettségem. Ennek ellenére a Magyar Állami Operaházban dolgozom a karigazgató munkatársaként, ott a mindennapi munkám kórus mellett van, kórussal dolgozom, és hát egyébként a kórus hangképzés nagyon közel áll a szívemhez, és a vokális muzsika egészen megfoghatatlan dimenziókat nyit szerintem, és ezzel azt gondolom, hogy a nyíregyházi közönség is egyetért, és mondom ezt abban a szentélyben, ami szerintem minden nyíregyházinak és talán minden magyar embernek megdobogtatja a szívét, az enyémet egészen biztos, mert amit itt Szabó Dénes bácsiék felépítettek az elmúlt évtizedekben kórus muzsika címén, az egészen elképesztő és hát világra szóló unikum. És orgonán milyen gyakran van alkalma játszani ennyi minden mellett? Református kántorként a Pécskertvárosi gyülekezetben, amikor hazamegyünk a nagyszülőkhöz, az én édesanyámhoz, és az anyósom, apósom pécsi, úgyhogy vannak pécsi kötődések, igyekszünk havonta, két havonta Pécsre menni, és akkor én be tudok ülni az orgonapadba, és így is szolgálni az Úristennek. Járt már korábban koncerten Nyíregyházán? Igen, én már harmadik alkalommal járok Nyíregyházán. Itt a Kodály teremben másodjára van szerencsém játszani, úgyhogy mindig nagy örömmel jövök ide visszajátszani. Milyen az idei hangverseny évad, amerre jár, hol vannak koncertjei? Én most nemrég voltam egy németországi turnén, ahol a Berlini Filharmóniában játszottam, a Hungarische Kammer Filharmónia kíséretével. Most jöttem haza. Általában a rádió zenekarban közreműködöm, mint szólamvezető. Velük rengeteg koncerten játszom együtt, de vannak különböző kamaraformációim is, és így szólozni is szoktam. Úgyhogy ez a mai este, ez számomra azért különleges a műsor kapcsán, ugyanis a Mendelssohn hegedűverseny volt nekem az első olyan hegedűverseny, amit gyerekkoromban eljátszhattam zenekarral, 15 éves koromban, úgyhogy ez most nekem egy nosztalgikus koncert lesz ez a mai. És Nyíregyházán korábban itt a Szabolcsi Szimfonikusokkal játszott? Nyíregyházán legutóbb a Budapesti Vonósok kíséretével játszottam, ami szintén egy ilyen filharmóniás rendezvény volt. A Filharmónia Magyarországra nagyon szép emlékeim vannak, ugyanis én
háromszor nyertem el a Fischer-Anny ösztöndíjat, amiben a Philharmonia Magyarország keretein belül zajlik, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és mindig nagyon örömmel jövök a filharmoniás koncertekre játszani. Mennyire nehéz ilyenkor egy szólistának egy teljesen új zenekarral együtt muzsikálni? Nehéz feladat ez? Igazából vannak ugye megelőző próbák, ahol összeszokik az ember, szóval nyilván a zenekar is profi, úgyhogy mindent össze lehet hozni. És említette, hogy ezt a Mendelssohn darabot a gyerekkorában játszotta, és mennyire áll közel az ön szívéhez Mendelssohnnak a muzsikája? Mendelssohnt nagyon szeretem, főleg a kamara muzsikáit is játszottam sokat, zenekari műveit is játszottam sokat, úgyhogy szerintem ő nagyon széles, egy nagyon széles érzelmi skálán mozog, úgyhogy ez a hegedű versen is nagyon szívhez szóló dallamok vannak benne, úgyhogy nagyon várom a koncertet már. Más műfajjal, de zenével folytatjuk az adást. Két évvel ezelőtt már láthatták a Hangpróba című műsort, holnap pedig a harmadik évad veszi kezdetét. Erről beszélgetünk a műsor szerkesztőjével, Hellebrand Tenikővel. Szia, jó estét! Szia, köszöntöm a nézőket! Én akkor kezdem egy személyes dologgal. Amikor így először hallottalak interjút készíteni zenekarokkal, akkor azon gondolkodtam, hogy úristen, ennek a csajnak milyen komoly zenei előképzettsége van, hiszen itt mindenféle együttesekkel tud beszélni, és vajon mi is az ő igazi stílusa, ami úgy a szíve csücske. Ez alatt a három év alatt szerintem már mindent fogyasztasz, ugye? Mondhatjuk, hogy igen, muszáj is mindent fogyasztani, de nagyon érdekes, hogy ezt mondod egyébként, mert ugye az nem titok, hogy ezt egy amatőr zenei tehetségkutató versenyen szoktuk rögzíteni ezt a műsort, és mivel amatőr zenekarok, tehát nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akikről így körülbelül semmit nem találtál előtte az interneten. Ez a mai világban tudom, hogy nagyon furcsa, hogy valamiről vagy valakiről nincsen fent a,
a neten információt, de tényleg nagyon sokszor így kellett odaülnöm, hogy egyszerűen semmit nem tudtam róluk. Esetleg azt nagyjából, hogy milyen zenei stílust képviselnek, de így ennyit. És akkor úgy kellett velük beszélgetni. Azt, hogy milyen zenei stílus szeretek, hát ezek után most már majdnem mindent egyébként, de mégis minden évadban van kedvenc. De amikor elkezdted mondjuk a műsort, akkor mi volt az a stílus, vagy mi jött be neked mondjuk? Nehéz erre válaszolni egyébként, mert én mindig is ilyen mindenféle zenei stílust fogyasztó voltam, tehát hangulatomtól is függ, hogy éppen most egy keményebb rockot szeretnék meghallgatni, vagy egy kellemes népzenére akarok táncolni otthon, vagy egy popzenére akarok takarítani, tehát ugye ez teljesen változó. Meg szerintem ugye, és ez valószínűleg a műsornak is egyfajta tanulsága volt, hogy igazándiból mindenféle stílusban vannak nagyon jók, ami egy-egy ilyen zenei tehetségkutatón meg is mutatkozott, tehát akár mondjuk egy autentikus roma zenekar is bemutatkozott, és hogy gyakorlatilag vagy nincs új a nap alatt, vagy pedig azért a klasszikus zenei irányzatok azok megmaradnak, legfeljebb egy kicsit ráncfelvarráson esnek át, és modernizálódnak, tehát felnőnek új generációk, akik ugyanúgy esetleg a Beatles-en nőnek föl, mint mondjuk az én generációm, és lehet, hogy ez így lesz 20 év múlva is, úgyhogy a zene valóban örök. Nos, az első rész az február 4-én lesz, 19 óra 30 perckor. Kik lesznek az első adásban? Ezt nem fogom lelőni, de ez nagyon fontos információ egyébként, hogy a korábbi évadok azok pénteken, ugye pont a weekend előtt mentek, de most ezen változtattunk egy picit, most már nem pénteken, hanem szombaton, és a 3/4-6 helyett ugye az általad is említett 7:30-kor kezdődnek majd a koncertek és a beszélgetések. És ugye későbbiekben aztán megnézhetik a YouTube-on is. Gondolom, hogy azért a zenekaroknak az, hogy nem csak egy tehetségkutatón, hanem egy televíziós műsorban is szerepelnek, az sokszor végül is egy hatalmas marketing fogás. Igen, és van, aki ezt nagyon jól meg tudja fogni, van, aki egy kicsit döcögősebben, de ugye ezt te is szoktad tapasztalni, amikor esetleg olyan vendégül be ide hozzád, akinél az igen, nem, a döcögősebb beszéd az ott körülbelül ennyiben kimerül, és vannak olyan zenekarok, mindegyik évadban volt ilyen, akikkel annyira jó volt beszélgetni, hogy simán ment a 10, 15, akár 20 perc is, de hát ugye abból meg le kell venni, hogy a műsoridőbe beleférjünk a zenéjükkel együtt. És azért annyit mondjál, hogy egy adásban hány zenekar mutatkozik be, és mondjuk egy-egy zenekar mennyit zenél? Mi lesz az arány? Minden tematika maradt egyébként ugyanaz, mint a korábbi években. Egy zenekar, egy adás, ugye 15 perc, és akkor ebbe két zeneszámot játszanak el, vagy annak részleteit, ugye ez is attól függ, hogy milyen hosszú egy zeneszámuk, illetve egy kis beszélgetés közte. Nyilván nem lehet most ilyen messze menő, vagy tudományos konzekvenciákat levonni, és nem 10 vagy 20 éves még az adás, bár még az is megtörténhet, de mondjuk így a 3 év távlatából, hogy vetted észre, változott valamit a világ, és a zenekaroknak a motivációja, vagy hogy egyáltalán miért kezdenek el zenélni, miért fontos számukra egy tehetségkutató, egyáltalán miért fontos zenélni a mai világban? Én nem is azt mondanám, hogy ez a világ változásával változott, hanem ugye az egyes zenekaroknál eleve teljesen más. Ugye van, aki azért, hogy kifejezze a saját érzéseit, őket szoktuk milyen dühözzenekarnak nevezni, vannak, akik érzéseket szeretnének közvetíteni, vagy valakinek átadni valami olyat, amit máshogy nem tud. Tehát, hogy igazából az első évadban is voltak ilyenek, tehát, hogy teljesen különböző motiváció, és most is találkoztunk ilyenekkel. Az jutott eszembe, hogy igen, mindenkinek van egy stílusa, de valószínűleg azért mi emberek olyan színesek vagyunk, akár az érzelmeinket tekintve, akár az aktuális hangulatunkat tekintve, hogy elképzelhető, hogy mindenféle zenei stílust tudunk fogyasztani, hogyha az jó valóban, tehát akár egy ilyen dühös zenekarnak a nagyon velőtrázó sikolyokkal tarkított száma is lehet olyan, hogy éppen az belevág az embernek az életérzésébe, és akkor jó azon tombolni, vagy egy romantikus, vagy egy bármiféle. Közben a nézők ugye láthatnak részleteket a műsorban, és nekem is feltűnő az, hogy ez egy nagyon dinamikus képi világ, amit látunk. Tehát nem csak a zenék, hanem a mi operatőri
operatőreink, illetve vágóink is nagyon dinamikusan dolgoznak. Ez szándékos? Ez abszolút szándékos, és én azért szeretem nagyon a hangpróbát egyébként, mert teljesen más, mint mondjuk egy híradós anyag. Sokkal szabadabb kezet kapunk hozzá, és nem csak a statikus kamera képet tudjuk mutatni, hanem egészen másokat is, amiket ugye muszáj is, hiszen ahogy fejlődik a mai nézőknek az igénye, úgy nekünk is haladni kell ezekkel az igényekkel, úgyhogy ha nem szeretnénk is igazából bele kellene tenni, de szerencsére nagyon szeretem én is, meg a kollégáim is, úgyhogy ez mindenképpen sokat dob rajta egyébként. Tehát február 4-én este 7:30 szombati napokon hány adást láthatunk a harmadik évadban? A harmadik évadban 6 zenekar fog bemutatkozni, úgyhogy ez 6 adást jelent. Nos, hát akkor köszönjük szépen, és kíváncsian várjuk a február 4-ét. Köszönöm. Biztos önök is hallották, megválasztották a 2023-as év madarát, pillangóját, kétéltűjét és halát is. Ezekről Orbán Zoltán mond el minden fontos tudnivalót. Ja, egy-egy élőlény az adott élőhely nagykövet fajának is tekinthető ilyenkor, amikor az év fajaként lett kiválasztva. A barkós cínege egy specialista, ezen belül is a szélsőségesen specialista, csak nádasokban, gyékenyekkel, vegyes nádzónában él, és annyira megtanult ehhez az élőhelyhez alkalmazkodni, illetve ez annyira gondoskodó tud lenni a hozzá alkalmazkodott fajokhoz, például a barkós cínegéhez, hogy nem is kell elvonulnia. Nyáron elsősorban rovarokkal táplálkozik a nádasban, a nádasnak nagyon gazdag a rovarvidága, különösen a kistermetű vagy egészen miniatűr rovarokra, hogyha gondolunk például akár a levéltetőre. Ilyenkor a téli időszakban pedig elsősorban a nád és a gyékény magjait fogyasztja a barkós cínege, tehát ilyen szélsőségen tudott hozzá alkalmazkodni. Ha valaki szeretne ezzel a fajjal találkozni, akkor ne az ilyen patakmenti néhány méter széles nádasokba keresem, ott nem fog velük találkozni. Az igazán széles, tehát több tucat, de inkább 100 méterekben mérhető szélességű nádasokkal rendelkező természetes és mesterséges vízállások partján kereshetjük, és elsőként szinte mindig a hangjuk, egy ilyen csiringelő, csapat összetartó hangjuk van, hihetetlenül bájos, nehéz eldönteni, hogy maga a madár jópofább, vagy tetszetősebb, vagy a hangja, ugye az ízlés kérdése, de általában a madarászok is a hangjuk alapján fedezik fel, na itt a csapat, és ha igazán szerencsések vagyunk, akkor láthatjuk is, és ha extra nagyon szerencsések vagyunk, akkor ezek a gyakran rendkívül bizalmas madárkák akár néhány méterre az orrunk előtt eszegetnek a nádasban. Ha valaki, aki egy kicsit járatosabb a biológiával, meghallja azt, hogy tócsalakó, hegyi sárkány az alpesi gőte, akkor már ebből következtetni lehet az élőhelyére. Ugye tócsalakó, mint általában a farkas kétéltőek közé tartozó gőték, a vízben éli az életét, a víz alatt éli az életét, és ugye a kifejlett egyedek azok mindig felbukkannak a víz színére, és levegőt vesznek, és utána visszamerülnek a víz alá, tehát ez a tócsalakó. Ez egyébként nagyon pontos megnevezése. Magyarországon a középhegységi erdők hűvös, párás, mikroklímájú élőhely foltjain található meg, hát meglehetősen ritka, mert hogy ez az élőhely típus is kevéssé jellemző Magyarországra. És ott az állandó kisebb vízállások, tócsák, tavacskák, kubikgödörszerű mélyedések, illetve akár a patakoknak az öblözeteiben, a csendes vizeiben éli életét. Sárkányszerű, ugye általában, tehát ne gondoljunk, hogy itt ilyen egy méteres, meg két méteres szörnyek járják a magyar erdőket, ezek általában a gőték ilyen ez a mérettartományba tartoznak, lapított farkuk van, oldalról lapított farkuk van, és általában kisebb-nagyobb a sárkányokra jellemző ilyen tarajuk van végig a farkon, illetve a háton, tehát így akár
a magyar sárkánynak, a pannon sárkánynak is tekinthetjük ezt a fajt is. Ugye a neve az alpesi gőte, az nem, tehát igazándiból nem a magas hegyekhez kötődik, tehát nem az a lényeg, hogy a tavacskából kipillantva hatalmas bérceket, hófette hegycsúcsokat lássa júniusban is, hanem tényleg itt a hűvös párás mikroklímáról van szó. Ez egyben jelzi, hogy miért ritka, és jelzi, hogy milyen természetvédelmi problémák érinthetik ezt a fajt. Egyrészt ugye a klímaváltozással, ahogy csökken a csapadék mennyiség, szárazodnak az erdeink. Az asszály és a meleg, az pedig ugye tovább szárítja, és hát sajnos itt is ugyanúgy, mint a barkós cíneg esetében a nádasoknál, a nem megfelelő emberi tevékenység, tehát például az erdők véghasználata, az erdőirtások óriási gondot jelentenek, ezért erre a fajra kimondottan nagy kockázatot jelent a tavaly év vége felé megszavazott tűzifa rendelet, ami ugye fellazította sajnálatos módon az erdő tervezés, erdő pótlás, erdőkezelési szabályozást. Hogyha megnézzük világviszonylatban, hogy melyek a kedvelt élőlény csoportok, ugye mondjuk a csótány, a bélféreg és mondjuk a kullancsok, azok a, hát a legkevésbé kedveltek között vannak, és akkor a másik, a pozitív végen ott vannak a madarak, és mindenképpen a lepkék is, különösen a nappali lepkék, és ezenből is a pillangók. Mindig megkérdezik, akkor most akkor lepkéről beszélünk, vagy pillangóról? Na most a helyzet hasonló, mint általánosan megtanultuk, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Itt is az a helyzet, hogy a lepke a nagy halmaz, az a nagy gyűjtő csoport, és a lepkéken belül vannak a pillangók, tehát minden pillangó lepke, de nem minden lepke pillangó. Olyannyira nem, hogy Magyarországon, ugye amikor itt nézik, hogy milyen szép ez a pillangó, ez a lepke, kis róka lepke, C-betűs lepke, stb. Akkor ugye erre mondjuk a rovarászok, illetve a lepkészek így legyintenek, hiszen a Magyarországon élő lepkéknek messze-messze túlnyomó többsége éjszakai faj, sokkal kevésbé látványos, ugye mondjuk ezek az ekkora bagoly lepkék, amik így ránézésre a hozzánk hasonló, magamat is beleértve, nem szakértőnek egyforma, és akkor ilyenkor a lepkész fogja a fejét, hogy úristen, hogy lehet mondani, mert ez a mit tudom én, milyen szipoly, meg pohók, meg stb. Tehát ugye Magyarország lepkefaunájából is inkább az éjszakaiak. Vannak nagyobb számba szerencsére, mert akkor nem idegeskedünk, hogy ezt se ismerem, azt se ismerem, de valóban a most megválasztott év lepkéje ez a leggyakoribb. Nagy szerencsénkre itt él velünk a lakott területeken, ott, ahol van virág, tehát egészen akár mondjuk a lakótelepi zöld felületeken, az előkertekben, hogyha ott vannak virágok, jönnek, és ugye ez a nagy termetű ugye alapvetően egy-egy szárny akkora, mint egy gyufásdoboz, és ugye erre a fajra ugye országosan elterjedt, különösen a hegy és dombvidékeken jellemző, ahol meg tudja azt csinálni a lepke, hogy megmutassa magát a fajtársaknak, a riválisoknak, illetve az ellenkező nem képviselőinek, hogy kiül egy magaslati pont, és akkor onnan egy ilyen járőröző repülést végez, és szerencsére ezt csinálja a lakott területeinken is, és gyakran az orrunk előtt karnyújtásra jön, hogy általában ilyen V-ben tartja a szárnyát, néha csap egyet-kettőt, hogy sebességet gyűjtsön, és egyébként pedig pont ugyanolyan karakterisztikával repül, mondjuk, mint egy papír repülő. Három generációja van, ugye a lepkékre jellemző az, hogy évente, tehát a nyári, tavasztól őszig tartó időszakban több generáció kell ki, mondjuk egy generáció tagjai egy hónapig élnek, aztán vannak olyan rovarok, tudom én, amik néhány napig csak, vagy ott vannak a kérészek, amik néhány óránig élnek csak. A lepkéink ennél hosszabb életmenetűek a felnőtt átok az imágók, és akkor a legkorábbi, tehát az első generáció általában áprilisban repül, meleg tavaszokon, ez egyre gyakoribb, már márciusban láthatjuk őket, és egészen szeptemberig találkozhatunk ezzel a fajjal. A lápipóc egy rendkívül kis termetű, ilyen pici halacskáról van szó, és az a különlegessége, hogy hasonló, mint mondjuk az alpesi gőte, az egészen pici vízállásokban érzi jól magát, de nem a hegyvidéki hűvösebb vizeket igényli. Az alföldi, síkvidéki területeken is ott van, egészen pici kubik gödrökben is. Na most
éppen emiatt a szárazodás ezeket a vízállásokat rendkívüli mértékben pusztítja, illetve hogy ezeket fel is töltik, akkor a lápipóc is veszélybe kerül. Én még amikor Jászben Nyátkerbe dolgoztam, egy halkutató kollégával volt lehetőségem menni, és akkor szondáztuk ezeket a kis vizeket, és megvizsgáltuk, és hihetetlen örömteli. Tehát az a jó, tehát ilyen szempontból a lápipóc is egy indikátorfaj, tehát azokon a területeken, ahol még megvan, ott lehet tudni, hogy ott a víz, belvízhálózat még rendben van, ezekben a vizekben nem mosódik be annyi agrárkemikália, vagy ipari szennyezőanyag, ami lehetetlenné teszi ennek a halacskának a jelenlétét, tehát ilyen szempontból érvényes a lápipócra is az, ami a Madártani Egyesület által megválasztott egyéb fajokra vonatkozik, hogy az adott élőhely nagykövete. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk lápipócot, akkor nem kirakjuk a rétre a lápipócot, mert abban nem lesz semmi. Mindig az a jó, hogy mindig meg kell menteni, meg kell őrizni, vissza kell hozni, de még olcsóbb megtartani az adott fajnak az élőhelyét, és ebben a tekintetben ezeket a fajokat esernyőfajnak is tekinthetjük. Tehát, hogyha most jönne egy olyan elképzelés, akkor most a lápipócot mindenhova, ahol lehetséges lenne, akkor ez nagyon jó lenne, mert minden olyan víztest, ahol a lápipóc meg tud élni, vagy bármilyen más év állata, év élőnye élni tud, akkor az adott élőhelyhez kötődő többi élőlény is megmarad. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Ne feledjék, holnap indul a Hangpróba harmadik évada, jövő hét pénteken pedig újra Weekend, tartsanak velünk akkor is. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!